Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, a második, hogy hogyan érzi magát, és a harmadik kérdés úgy hangzik, hogy mit fog tenni. Ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, felteheted a kérdésedet témánként. A díjam 4000 forint, ehhez készítek egy videót álnéven, ami megjelenik a másik csatornámon, Meisterin des Kartenlegens, és ha elkészült, akkor megkapod e-mailen keresztül a linket a videóhoz, és én ezt nagyon diszkréten kezelem, soha senki nem fog rájönni arra, hogy rólad van szó. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt volt a múltban egy nézeteltérés, hiszen ez a kártya jelenti a vitákat és a veszekedéseket. Itt a kasza az jelenthet egy vállópert, hogy ő most ebben a helyzetben van, vagy a kasza el tudja vágni ezeket a témákat, ami azt jelenti, hogy ő lezárja ezt a kapcsolatot, lezárja ezeket a vitákat. A második kérdés, hogyan érzi magát? Ő tudja azt, hogy le tudja ezt a helyzetet zárni. És akkor kisüt a nap, kiderül az igazság, itt van a szerencse, ő most boldog, voltak nehézségek a múltban, ez le lesz zárva, és odafigyel rád, látni akar téged, boldog veled. És mit fog tenni? Itt a horgony utalhat az ő munkájára. Ez a torony lehet egy nagy cég, lehet egy munkahelyi változás is, amiről ő beszámol, vagy valamit ki akar építeni, vagy a hivatását illetően, vagy szüksége van a biztos párkapcsolatra, ahol le tud horgonyozni, és ezt ki tudjátok együtt építeni. Itt megnagyobbodik valami. Amit a torony néha jelent, ezek a félelmek vagy a bizonytalanságok, amikor fogva érzitek magatokat ebben a toronyban. Nála nem hiszem, hogy így van, hiszen itt a szerencse meg süt a nap nála, tehát megvan az életerő, ez a kisugárzás. Esetleg arról lehet szó, hogy ő úgy gondolja, hogy te érzed magad fogva a toronyba, mert nálad vannak félelmek vagy bizonytalanságok, de megnyugtat téged, hiszen itt közli vele, hogy ez a kapcsolat biztos. Itt le tudtok horgonyozni, itt kiépül valami. És mi fűz össze benneteket? A gyermek lehet egy közös gyermek, lehet egy kisbabának a születése, de a gyermeknek van egy szimbolikus jelentése is, jelenti a fiatalos kisugárzást, az ártatlanságot, vagy egy új kezdetet. Voltak problémák, viták, veszekedések, ezt lezárja, fogva éreztétek magatokat, nála vannak tervek, látni akar téged, boldog veled, keres egy kapcsolatot, egy új kezdetet, és itt látható a horgony, a biztonság érzését jelenti, de utalhat munkahelyi változásokra is. És ez volt a három kérdőjeles jóslás
Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!